Elérkeztünk ehhez a naphoz is. Madárcsicsergő, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ha nem találkoztunk még, akkor Markó Rebeka vagyok, viszont ha nem találkoztunk még, akkor ne ez legyen az első videó, amit megnéztek tőlem szerintem. Ebben a videóban egy kicsit komolyabb témáról fogunk beszélni, és egy kifejezetten nagyon extrán személyes témáról, viszont egy olyan témáról, amiről szerintem fontos beszélni, és szerintem nagyon sokan vagytok olyanok, akiknek szüksége van arra, hogy erről a témáról beszéljünk, és ma ezt meg fogjuk tenni. Hónapok óta halogatom ezt a témát, és mindig mondtam, hogy fogunk róla beszélni, de nyilván ti soha nem tudtátok, hogy miről van szó. Egyfelől azért is volt halogatva, mert én sem voltam teljesen rá felkészülve, másrésztről pedig nincs másrésztről, azt hiszem. Annyit már tudtok, hogy fogamzásgátlásról lesz szó, viszont kicsit pontosabban is el szeretném ezt mondani. Fejből nem tudom a pontos dátumot, de ezen a dátumon körülbelül 2,5 éve felhelyeztettem magamnak egy JDES spirált, mint fogamzásgátlás. Hogyha kiszámoljátok, akkor egyértelmű Bencével körülbelül 1,5 éve voltunk együtt, és akkor jutottam el arra a szintre, hogy valami rendszeres és állandó fogamzásgátlási módot szeretnék választani. Rengeteg utánajárás, olvasás, videónézés, véleménynézés után eldöntöttem, hogy spirált szeretnék feltetetni magamnak. Hivatalosan ez egy hurok, mert a spirál az mindegy, lényegtelen spirálnak fogom hívni a továbbiakban is. És ha jól emlékszem, akkor abban az időben egyébként a JDES az viszonylag új volt, ami azt jelenti, hogy az első körök akkoriban kerültek le, tehát ilyen 3 éve lehetett a piacon ez a fajta spirál. És annyit tudni kell róla, hogy ez Magyarországon legalábbis, nem tudom, hogy most hogy van, akkor úgy volt, ez volt az egyetlen egy olyan, amit olyan nőknek is felhelyeztek, akik még nem szültek. Emellett természetesen ennek volt a legalacsonyabb a hormon tartalma, úgyhogy emellett döntöttem. Tudni kell rólam, hogy aki régebb óta nézi a csatornám, az valószínű rájött már, nem vagyok egy túlságosan összeszedett és rendszeres ember, úgyhogy a fogamzásgátló tabletta az alapból el volt vetve. A többi módszert pedig hosszú-hosszú fontolgatás után, és igazából a JDES-nek a kényelmessége miatt elvetettem. Az a spirál, ami nekem fel lett helyezve, az 3 éven keresztül lehet fent, és utána kell cserélni, vagy csak levenni. Nagyon gyorsan elmondom nektek, hogy hogy ment a feltétel. Ez igazából egy 1,5 órás procedúra körülbelül az egész, hogyha az előtte lévő ultrahangokat, meg mindent beleszámolunk, legyen 1 óra. Oda mész a rendelőbe, általában ezt kórházba teszik fel egyébként, mert nem minden rendelőben van ultrahang, mindegy, értitek. Megultrahangozzák a méhedet, hogy minden rendben van-e, készítenek róla a felvételeket, utána felrakják a spirált, és utána újra megultrahangoznak, hogy biztosan jó helyen van, nem akadt be sehova, Oké. Felrakás. Úgy kell elképzelni ezt az egészet, hogy belehúzzák ezt a... Kicsit még ez is egy szélesebb ecset, de körülbelül egy ilyen csőbe belehúzzák azt a spirált, igazából hurkot, ami így néz ki, és ez egy injekciós tűnek néz ki, de nyilván nincs tű a végén. Ezt teszik fel egészen a méhedig. Ami már alapból nem egy fán dolog, viszont amikor felér a méhedbe, akkor a doki megnyomja azt a kis injekciós tűs cuccot, és ez a hurok kijön és kipattan. Pláne nem egy mókás dolog. Felrakás után, ezt Szegeden tették fel egyébként nekem, Bence vitt, Bencével együtt mentünk, inkább így mondom el, számítottam rá, hogy nem fogok tudni vezetni, jó döntés volt, hogy Bence vezetett. Utána követő 3 napot körülbelül, hát 2-t inkább, nagyon durván görcsöltem, de a legrosszabb mensi görcsöt képzeljétek el, ami valaha létezett. 2-3 nap után egyébként teljesen elmúlt, és utána nem is éreztem semmit, szerintem egy hónap múlva el is felejtettem, hogy fent van.
Ez egy darabig egyébként nagyon jól is ment, és teljesen rendben volt minden. Lehet, hogy fogok nektek bevágni képeket, nem ígérem, de lehet, hogy vágok be képeket. Akkor 100%-osan jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam a döntésemmel. És ami fura egyébként az egészben, hogy egy, nem tudom pontosan, de egy 8-9-10 hónapig minden teljesen rendben volt, viszont utána elindultam egy olyan lejtőn, amit nem kívánok senkinek. És itt fog jönni az a téma. Fú. Mi a... Egyébként most menstruálok. Na, erre nem számítottam. Azt hittem, hogy egy ilyen komoly hangvételű, de nagy testvéres beszélgetésünk lesz. Ehelyett elkezdek nektek sírni, mint egy kis... Oké, szóval... Itt fog jönni az a rész, amit nagyon sokan ti is észrevettetek, a bőröm állapota. Mondjuk azt, hogy körülbelül egy év után nagyon durván elkezdett romlani a bőröm állapota, ami kifejezetten furcsa volt. Furcsának kellett volna lennie, igazából sokkal-sokkal hamarabb kellett volna gondolkoznom. De soha nem voltam pattanásos. Nekem a tinikor is elment úgy, hogy egyszer-kétszer volt egy-egy pattanásom, de... lekopogom tényleg olyan szinten, és hirtelen a semmiből nagyon csúnya, gyulladt akniaim kezdtek el lenni. Tudjátok, ez a bőr alatti, vörös, fájó nagy. Ami soha nem volt rám jellemző, szerintem nem is volt egészen addig olyan pattanásom. Elkezdett a mellkasom is teljesen kipattogni, és leginkább tényleg ebben a női hormonális zónában kezdtem el kipattogni, amit sajnálatos módon megoldottam annyival, hogy bőrgyógyásszal írattam fel roakutánt, és hetente egy darab szemet szedtem be. Ha valaki nem lenne tisztában a roakutánnal, a legdurvább és az a leghatásosabb pattanás elleni gyógyszer, viszont nem is mondanám azt, hogy pattanás elleni gyógyszer, a nagyon durva, kezelhetetlen aknéra szokták felírni megoldásnak, mint utolsó mencsvár. Na hát én ezt a kártyát kijátszottam, ugyanis akkor nekem már ugye megvolt a csatornám, és új voltam, éppen hogy elkezdtetek megismerni, éppen hogy elkezdődött ez az egész, és szerettem volna legalább egy fronton kényelmesen érezni magam, és ez az volt, hogy smink nélküli arccal be tudjak ülni a kamera elé, és azt tudja mondani, hogy sziasztok, minden király, itt vagyok. Miután az az egy doboz roakutan elfogyott, ami nagyon-nagyon sokáig tartott, tehát alig szedtem belőle, körülbelül fél év volt, mire az elfogyott. Addigra éreztem már magam annyira kényelmesen, hogy nem írattam fel új csomagot, viszont ez azt eredményezte, hogy pár hónappal később megint elkezdtek kijönni azok a pattanások, aknék, ugyanis a gyökere nem lett megoldva a dolognak. Emellett elkezdtem hízni, ami megint csak egy nagyon fájó pont, ugyanis alapból is hízékony vagyok, viszont pont emiatt nagyon odafigyeltem körülbelül 16 éves korom óta az alakomra, és mielőtt Bencével összejöttünk, az előtte való két évben szerintem fantasztikusan néztem ki most ezt minden ego, meg nem tudom én, beképzeltség nélkül. Nagyon jól néztem ki, és nagyon jól éreztem magam a bőrömben. Nyilván az, hogy elkezdtem hízni, az azt eredményezte, hogy szerettem volna lefogyni, viszont itt ütköztem a következő problémába, mi szerint ez nem ment. És ahogy látjátok, azóta se sikerült. Sőt. Azt hiszem, hogy kezdetek rájönni, hogy a spirálnak a mellékhatásairól beszélek nektek. Ez volt a kettő legnagyobb és a legszembetűnőbb igazából külsősök számára is, viszont emellett nagyon sok minden volt még. Iszonyatosan elkezdett hullani a hajam, amit hogyha most megnéztek, nem úgy néz ki, hogy kevesebb lenne belőle, de rengeteget hullott a hajam beteges mennyiségben. Amivel azért nem foglalkoztam, mert egyébként is rengeteg hajam van, tehát rengeteg hajszálcserélődés is megy végbe, úgyhogy nem foglalkoztam vele, ráfogtam a szőkítésre, ami igazából hülyeség, mert ha a szőkítés miatt hullana, akkor nem hullana, hanem törne, tök mindegy. Ezen kívül voltak nagyon erős hangulatingadozásaim is, amit
ha megkérdeznétek Bencét, akkor ő tudna róluk mesélni. És ami a legrosszabb volt az egészben, hogy ezek a hangulatingadozások, ezek egészen elnyúltak, tehát azon kívül, hogy volt olyan, ami egy nap 50-szer éreztem jól magam, és 50-szer volt. Volt olyan időszakom, leginkább egyébként tavaly decemberben, a vlogmas alatt jött ez elő, amikor olyan szinten rosszul éreztem magam, és december második felében komoly problémáim voltak azzal is, hogy egyedül bemenjek egy bevásárlóközpontba. Arról meg ne is beszéljünk, hogyha valaki rám nézett, vagy rám mutatott, vagy ne adj Isten, oda akart jönni hozzám fotózkodni. Ebben az időben kezdtem el egyébként CBD olajat szedni, és az nagyon-nagyon sokban segített ezen a mélyponton, mondjuk így. Ezen kívül biztosan elfelejtek még egy csomó mindent, ideírom az egyéb mellékhatásokat, amiket tapasztaltam. Itt decemberben kezdtem el azon gondolkozni, hogy valami lehet, hogy nincsen rendben a spirállal, viszont nem tudom, hogy minek a hatására. Nyilván a hízás és a pattanások azok megmaradtak, de a többi olyan tünet, amitől rosszul éreztem magam, az elmúlt. Úgyhogy hülyeségből és kényelmességből nem foglalkoztam a dologgal. Viszont nagyon sokadjára is elkezdtem diétázni sokkal keményebben. Alapból sem eszek olyan dolgokat, amiktől a nők nagyon hajlamosak hízásra. Semmi tejtermék, nagyon kevés szénhidrátot szoktam enni, glutént egyáltalán nem eszem, tekintve, hogy allergiás vagyok rá, és egyébként se szoktam csokit meg ilyeneket enni nagyon ritkán, úgyhogy nem volt indokolt a további hízás, mégis megtörtént, és egyáltalán nem tudtam fogyni. 2-3 kiló, viszont annál tovább soha nem ment, és itt nem rövid időszakokról beszélünk, tehát nem két hétről van szó. Ja, még egy nagyon fontos dolog, amit kezd bevallani, de ugyanúgy, mint minden, úristen, majdnem minden hormonális fogamzásgátlásnál rengeteg ember van, aki beszámol erről. A mellékhatásról a libidó csökkenése, elkezdesz egy fogamzásgátlási módszert, hormonális fogamzásgátlási módszert azért, hogy annyit szexelhess nyugodtan, amennyit akarsz, és ne kelljen pánikolnod semmit, csak igazából pára nincsen kedved szexelni, mert nincsenek meg hozzá a hormonjaid. Úgyhogy, hát igen, ezen is túl voltunk. Na, és akkor legyen elég a mellékhatásokból, mert harmadjára állok meg, hogy ne sírjam el magam. 2020, tehát tavaly, nem tudom, novemberében kezdett el érlelődni bennem a gondolat, októberben, hogy le akarom vetetni, és nem szeretném végigvárni a 3 évet, hogy le kelljen venni. De nyilván itt jött az, hogy de akkor helyette mit? És ezt még most sem teljesen találtam ki. Félig megvan oldva a probléma, de erről majd beszélek inkább egy másik videóban, hogyha szeretnétek. Viszont október-november nagyon elszaladt, anélkül, hogy igazából elkezdtem volna gondolkozni rajta, hogy akkor időpontot kérjek, vagy legyen bármi ilyesmi. És nyilván decemberben, meg amikor újra eszembe jutott, és elkezdtem foglalkozni ezzel a problémával, volt 18-a, tehát akkor már nyilván nem fogok sehova időpontot kérni. Januárban elkezdtem beleásni magam a témába, hogy kihez menjek, hogy legyen, mit csináljunk. Nyilván Bencével nagyon sokat beszélgettünk róla. És rengeteg keresgélés, és utánaolvasás, és véleménynézés, és nem tudom én mi után. Végül is úgy döntöttem, hogy dr. Balázs Boglárkához fogok elmenni, és őszintén megmondom, hogy muszájnak érzem elmondani, a legjobb doki, akinél valaha voltam. Nyilván fogalma sincs róla, hogy most benne van a videómban, de hogyha pestiek vagytok, vagy Pest környékiek, akkor mindenképp vegyétek fontolóra. A legjobb nőgyógyász, akinél eddig voltam. És bejelentkeztem hozzá, aztán azt hiszem, hogy valahol itt kezdtem el felvenni a kis részleteket az egész nagy videóhoz. Nem mondom, hogy izgultam, de nagyon izgatott voltam. Szerettem volna már, hogyha kikerülne, és el is felejthetnénk az egészet. Magáról a levételről két mondatot szeretnék mondani. Azt mondta, hogy így kezdte, úgyhogy nem volt túl sok bizodalmam a dologhoz, de azt mondta, hogy nem látszik a kis jelzőzsinór, amit ugye meg kellene fognia és le kellene húznia. Úgyhogy egy pillanatra bepánikoltam,
de amíg szólt az asszisztense, és ránéztem, addig le is vette, úgyhogy nagyon-nagyon pici kellemetlenség volt, de közelében nem állt a felrakáshoz. Utána se éreztem semmi furát, fájdalmat, vagy bármit, úgyhogy már akkor is úgy voltam vele, hogy nagyon örülök, hogy levették. Barbie jött el velem egyébként, mert Bence pont dolgozni volt, de itt biztos, hogy van egy kis klip, úgyhogy nézzétek meg, és utána folytatjuk. Hello mindenki! Itt van velem Barbie, a mai napon Olyan jót kommunikálunk, komolyan mondom, hogy az ami hihetetlen. Tehát a mai napon Barbie lesz a sofőröm. Nőgyógyászhoz megyünk. Ugyanis kíváncsi vagyok, hogy láttátok-e már, nem láttátok-e már azt a részt, de ha nem láttátok, akkor elmondom, hogy egy jó ideje van már, de felrakadtam magamnak egy méhen belüli fogamzásgátló spirált, mondjuk azt, hogy spirál. Mindennel együtt úgy éreztem, hogy most jött el az ideje annak, hogy ez lekerüljön onnan, ahol már nagyon kényelmesen be van fészkelődve, ugyanis valószínűleg majdnem az összes mellékhatását sikerült kipróbálni, és őszintén megmondom, hogy nem annyira tetszenek. Úgyhogy most jött el az idő, hogy lekerüljön. A felrakás alapján nem vagyok benne biztos, hogy fogok tudni vezetni hazafele. Úgyhogy Barbie volt olyan kedves, és elszállít engem. Előjáróban talán ennyit. Mindenképpen szerettem volna megörökíteni az utolsó, nem tudom mennyi, fél órát, egy órát. Úgyhogy megyünk nőgyógyihoz, és a művelet után szerintem megérkeztünk! Hú, milyen világos vagy! Tök óriás! Levették, kellemes meglepetés volt, azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz a felrakásból kiindulva, de easy. Úgyhogy most gyors beúrunk még boltba vaníliás tejet venni Barbie-val, aztán szerintem otthon majd egy kicsit részletesebben elmesélem a történéseket, de mindenképpen szerettem volna jelezni nektek, hogy élek. Azt hiszem, hogy nem is vettem fel több anyagot, sajnos, viszont nem volt miről anyagot felvenni, ugyanis semmit nem éreztem. Egy nagyon pici megkönnyebbülés volt, de ezt nem tudom, hogy elmagyarázni. Ahogy kikerült, annyival könnyebbnek éreztem a méhem környékét, és igazából az egész testemet is, hogy az egy fantasztikus érzés volt. Azt nem mondtam, de nagyon sokat puffadtam az elmúlt egy évben körülbelül, és ahogy levették, rá egy hétre már észrevettem, hogy sokkal-sokkal kevesebbet, és azóta se puffadok annyit, mint előtte. És mondta a doktornő, hogy lehet, hogy 2 hét múlva, lehet, hogy 3 hónap múlva fog megjönni az első mensim. 3 hétre rá megjött először, és egyáltalán nem volt vész. Ugyanaz a... Ja, a legfontosabbat nem mondtam nektek. Én 2,5 évig nem menstruáltam, de egy cseppet se. És azért ez is belejátszott a döntésbe, hogy csak le kellene ezt vetetni. Ez nem egy egészséges dolog, amikor egy felnőtt érett nő nem menstruál. Úgyhogy 2,5 év után először, a levételt követően 3 hétre megjött az első mensim. Nem volt semmiben sem különböző, mint ami felrakás előtti utolsó volt. Teljesen normális, hosszú, teljesen... Na, értitek, hogy mit akarok mondani. Azóta eltelt egy hónap, és most pontosan a második mensinél tartunk. A mai napom úgy volt kuka, ahogy kell. Reggel ezzel kezdtünk, és most viszont nagyon görcsölt a hasam, úgyhogy 10 órakor Olesszal magzatpózba összebújtunk és aludtunk együtt egy órát. Nem tudom, hogy most mennyire látjátok, de itt van egy pattanásom, itt egy nagy, meg itt, és pár pici a hormonális részem még mindig van. A levétel utáni első mensinél nagyon durván pattanásos volt az egész arcom. De olyan szinten, amit soha életemben nem láttam még a fejemen. Ott egy kicsit kétségbe estem, őszintén megmondom. Viszont minden hónapban
Az elmúlt 2 hónapban volt 1 hét, amikor tökéletesen tiszta az arcom. Azon kívül pedig 1-2 nagyon pici, vagy alig észrevehető pattanásom van. Viszont mielőtt megjön, az azt megelőző héten, nagyon durván relatív, de nekem nagyon durván kipattogok. A mostani már jobb volt, mint az első, viszont remélem, hogy ez még fog alább hagyni, de ettől függetlenül sokkal jobb már most a bőröm állapota, mint az elmúlt egy évben, másfél évben, bármikor. Ezen kívül már most kezdem észrevenni, hogy sokkal kevesebbet hullik a hajam, és amikor mosom a hajam, akkor veszem észre, hogy nagyon-nagyon sok bébi hajam van már, úgyhogy ennek is kifejezetten örülök, és ami miatt nagyon boldog vagyok. Természetesen diétával és edzéssel együtt, de elkezdtem fogyni, és túl tudtam lépni a 3 kilón, aminek nagyon örülök. Összességében ezt síralmas kimondani, de szerintem 10 kiló plusz van rajtam ahhoz a súlyomhoz képest, mint amikor összejöttem Bencével. Úgyhogy remélhetőleg 2021 lesz az az év, amikor visszatérek az eredeti súlyomhoz, és az eredeti pofázmányomhoz, úgyhogy nem akarok tapló lenni. De ha bárkit meglátok még egyszer a komment részlegbe, hogy azért ilyen pattanásos az arcom, mert sokat sminkelek, azt egy per egy tiltani fogom, mert egy év alatt olyan szinten meguntam ezeket a kommenteket, hogy elmondani nem tudom. Egyébként az egészségemmel semmi más nincs probléma az egészségemmel. Egy teljes allergiatesztet szeretnék újra csináltatni, egy fullos panelt, de az csak félig tartozik ide. Szerintem eddig a legjobb döntésem volt, hogy levetettem ezt a cuccot, és hát igen, ez az én sztorim jelenleg a Jades-szel. Ha bármi kérdésetek lenne egyébként ezzel kapcsolatban, akkor privátban nyugodtan keressetek meg, megpróbálok rá válaszolni, amennyit tudok. Ha esetleg szeretnétek további részleteket, vagy update-eket, akkor szóljatok, megpróbálok csinálni, viszont minden mellékhatást, amit felsoroltam, az fokozatosan javul, nem fog egyik napról a másikra megjavulni semmi, főleg nem a hormonháztartás, de alakul, és nem sokára ott vagyunk. Lehet, hogy hónapok fognak hozzá kelleni, de érzem a változást, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, és egyre jobban érzem magam a bőrömben, úgyhogy remélem, hogy értékelitek ezt a videót. Szerintem eddig ez a legőszintébb videóm a csatornámon, és a legszemélyesebb. Úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!